Valami hiányzik a csatornám, és egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mi lehet az. Nézzük ennek a videónak a komment szekciói. Csinálj új részt. Még egyet akarunk. Folytasd. Legyen következő. Ez az. Még akarunk egyet. Legyen egy következő. Hajó lányok és srácok, én Csongi vagyok, és azért vagyok zöld pólóban, mert egy kihívás videót fogunk megnézni. Ennek aztán rohadtul nem volt semmi értelme, de ezt most hagyjuk. Azonban elhatároztam, hogy a mai nap mindenképp sikerülni fog, szóval tanulok az előző videóm hibájából. Nézzük, mit csináltam rosszul. Na mi kell? Most már jó lesz. Szóval mivel nem szabad megmozdulni. Emlékszek. Senkinek nem sikerült, úgyhogy... Jó, meg vagyunk kötve. Itt a baj. Itt volt a probléma. Bár meg voltam kötve, de ez egyáltalán nem elég nekünk, úgyhogy... Felkészültetek? És igen, beleköthettek, hogy ez bizony vékonyabb, akkor mégis hogy fog engem megtartani? Hát úgy, hogy sokkal többször fogom magam megkötözni. Nem szabad megmozdulni. Na mindjárt nem tudom nektek, de a nyakamat is úgy. Na. Basszus, alig tudok mozogni ezt. Üha. Ezt kajak nem tudok mozogni, baszki. Nem tudom mennyire jön át ez telefonon, de gyakorlatilag nem tudok mozogni, úgyhogy. Nagyon jó az intro. Júj, de szép. Az igen, na ilyet én is. Hú. Behúnytam a félszemem, ez a csalás vajon? Jézusom, szegény ember, itt olyan gyorsan történnek a dolgok, hogy nem tudom felfogni. Na most, várj, ha nem mozdatok meg, akkor viszem vissza a videót. Kedves videó, légy szíves, pörögj vissza. Szóval a rendes kosármeccsen a palánk nem volt eléggé stabilizálva, és így a csávóra ráesett, így össze is törött, remélem nem lett baj a srácnak. Valaki magyarázza meg, hogy itt miért nem kéne megmozdulni? Mármint értem, hogy nem szabad, de hát ezzel nem is fogok megmozdulni. Jé, ez most komoly? Ez most komoly! Itt nem mozdultam meg, csak egyszerűen megijedtem ettől a repülő autótól. Lássuk még egyszer. Azt a mindenit. Hogy elrepült felette? Na nem lettem volna a csávó helyében, tehát hogy kézzétek el, amikor egy autót így vezettek, és remélem, hogy ez nem a kívás rész, hogy itt mozgatom a kezem. Versenyeztek éppen a harmadik helyre törnétek fel, és egyszer csak feltettek egy autó, hogy cápa. Vagy mi az? Mi a baj a srácnak? Megijedtél a cápától? Én is megijedtem volna. Ez mondjuk... Jézusom, nem tudták megfogni sehogy sem. Ja, és hogyha tovább csúszik, akkor leesik a hegyről is. Na igen, skacok, az a három ember, aki megmentette és utána futott úgy, hogy gondoljatok bele egy ilyen hegyen, ugye ott, hogy csúszott lefele, ki tudja meddig csúszott volna, lehet, hogy bele is halt volna. Viszont az a három srác, aki utána futott, az konkrétan feláldozta az életét, mert velük is simán megtörténhet, hogy megcsúsznak, aztán úgyhogy ennek a három embernek én adnék egy kekszet, az biztos, az szép volt. Ott valami háború van, biztos robbanni fog valami, olyan nincs, hogy nem. Azt... Mármint nem vicces, de én arra számítottam, hogy egy picikét így robban vagy valami, aztán rájöttem, hogy nagyon nem, tehát... Mi van itt ezekkel a Forma 1-es autókkal, vagy ilyen régi versenyautókkal? Mindenki repülni akar? Valahogy úgy érzem, hogy félreértik a versenyt, itt nem az lényeg, hogy ki repül többet, hanem hogy ki lesz az első. Na te onnan fogsz beleugrani a medencébe, ilyet mi is csinál? Megállítottam a videócskacok, tudom, hogy megmozdultam, de ez most nem ér. Azért állítottam meg, hogy írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek a vízbe fog esni, vagy telibe a padlóra. Mert így a... Hát én szerintem ez telibe a padlón lesz, úgyhogy lehet, hogy nem is akarom látni. De nem baj, fel vagyok készülve, szemeim nyitva, nem mozdultok, végig kell nézni, hogy leesik. Oh my god! Mi? Hogy? Na vár. Hogy a fene egyen meg ragasztó, nem tudok az egeremig elnyúlni. Vigyük csak egy picikét vissza. Tehát ugrott, én megállítottam. Akárki akármit mond, tudom, hogy rossz a szög, de itt telibe úgy néz ki, mint hogy... Ilyen videó annyi van az interneten, hogy háztetőkről akarják átugrani a medencét, meg beleugrani, szóval... Skacok, ne csináljátok! Hát, majdnem ott maradt a foga. Láttátok a csávó arcát? Ne üssél, Lici! Nem értem, miért kell átfutni, ezt egyébként nektek is tudom tanácsolni. Az utcán átfutni még az átjáró sem jó, főleg, hogyha nem nézitek meg, hogy mi jön. Megint ugyanaz. Ne, összeütközne! Jézus Istenem, mi történik, skacok? Ott ég a... Mindenki a pilotával együtt túlélte, hát még szerencse, basszus. Ez nagyon durva. Csak még egyszerűen mindig nem értem a kihívás lényegét, hogy nem mozdulj meg. Jó, az egyik Forma 1-es egy picit megijesztettem, hogy meglepődtem is, így elnéztem hirtelen, de nem tudom, ezek inkább ilyen közeli helyzetek, vagy ilyen katasztrófák, amik azért durvák. Nézni is, nem élném már egyik ezt a sivet. Szívesen.
Szegény állat, milyen karaté, ilyen... Hájá! Nem, amúgy ez nagyon szomorú, tehát akárhányszor vezetek, rengetegszer látom, hogy ilyen állatokat ütnek el, olyan állatokat ütnek el, és egyébként tényleg én eléggé ilyen természetszerető ember vagyok, szeretem a fákat, mármint természetet, az állatokat, az ilyesmi, és nagyon szomorú látni egyébként, hogy néha az emberek mit művelnek, szóval ez abszolút nem vicces. Tus! Fényképezi a krokodilt, mi? De vigyázz, mert majdnem megesz! Figyeljétek a srácot, még ott ízérte, hogy hallgass már, csak fényképezek, hát jó, nem baj, ha megesz engem, kit érdekel. A fotó a fontos. Ezt egyszer én is kipróbálnám, hogy ízé. Na jó, beszorult oda a cápa. Elmegy? Jó. Hál az égnek, hogy nem mérges. Képzeljétek el, hogy nem tudom, ilyenkor belegondolok basszus, hogy ezek az emberek tényleg közel vannak ahhoz, hogy valami bajuk essen. Hát ott volt a cápának a szája benne ebbe a keretben, és simán valakinek a lábát vagy kezét leharaphatta volna. Igen, tudom, hogy párszor megmozdultam, de amíg ezek nem szakadnak el, addig azt jelenti, hogy nem mozdultam meg nagyon. Jó, legyünk őszinték, szerintem soha nem fognak elszakadni, mert érzem, mindjárt megfulladok. Csávónak háromszor erősebb keze van. Mi? Mit? Eltörött a keze? Na ne! Eltörött annak a csávónak a keze, akinek akkora... akkora karja van, mint nekem a két combom összetéve, már bocsánat. Na igen, egyébként ez egy nagyon jó példa arra, hogy a suliba tudom, biztos ti is szoktatok a haverok a versenyző, hogy na, én vagyok az erősebb, nem igaz, sokkal jobban nyomom. Én vagyok az erősebb akkor is. Viszont eléggé veszélyes, mert hogy látjátok, simán eltörhet ilyenkor a kezed, mondjuk az egy picikét vicces, hogy a kis csávó, az azt hittem, hogy annak lesz baj, akinek vékonyabb volt a keze, de... Atya úristen, na jár. Jó, kész, elbuktam. Azt hiszem a múltkor is... A múltkor is pont emiatt egy ilyen pókot így ide raktak a monitorba, hogy tessék, nézzed! És akkor is elnéztem, mert... Nem, tudni kell rólam azt, hogy egyébként a pókokat annyira nem utálom, de azért nagyon bogaras videókat nem szoktam nézni, mert nem szeretem, szóval inkább elnézek, úgyhogy egyáltalán le fog innen jönni, vagy mindent összeragasztoztam, hát ez nagyon jó. Megszabadultam. Miért csinálod? Nem vagyok kíváncsi se a bogaradra, se a szőrös kezedre, se a karkötődre. Persze, forog még, aztán lefele is lesz időt forogni. Én amúgy az ilyen embereket nem értem, tehát hogy nem érdekli őket az élet, meg hogy család, meg ilyenek. Tehát én értem, hogy adrenalin, de azért még próbálok még mindig nem mozdulni, jó? Tehát a kihívás még azért próbál megcsinálni, bár nem tudom mi az értelme már, de... De ez is csak azért van, mert egy jó nagy monitoron nézem ezt az egészet, és ugye reflexzerűen, amikor valami jön fejed, akkor megpróbálsz elmozdulni. Meglepődtem volna a labda kijön a monitoron, és engem így... Megint. Hogy éli túl egyáltalán a kamera? Hogy nem törik be a lencséje? Szép volt. Jó, ebből már baj lesz. Valamelyik ki fog esni belőle, biztos. Ez megint megdobja a kamerát. Ez is meg fogja dobni. Rúgd el magad tőle, miért pont az akvárium, Jézusom. Miért? Kacok, ki kell rakni a videó elejére, bogár warning. Több millió fajta bogarat lehet látni ebbe a videóba, komolyan mondom nektek. Wow. Ó, de cuki hal. Mi a... ez mi volt? De ezt végig akarom nézni még egyszer. Erre nem számít. Most mondja valaki nekem azt, hogy erre számítottatok. Én mindenre számítottam, csak erre nem. Lássuk még egyszer. Ott van a hal, filmezed, hogy minden azt így... Nos, kacok, ennyi is lett volna ez a hatalmas kihívás, én még mindig nem értem teljesen. Hogyha tetszett a videó és szeretném még hasonlókat, akkor mindenképp iratkozz fel, így nem fogsz lemaradni a következőről, illetve hogyha mondjuk elbuktad a kihívást, akkor nyomj egy lájkot, ha pedig nem buktad el, akkor is nyomj egy lájkot. És azért megjegyezném a videó végén, hogy ennek tulajdonképpen szerintem nem az a lényeg, hogy most jaj, ne mozduljunk meg! Bár egyetértek abban, hogy volt egy-kettő, ami engem is megfogott, mondjuk a bogarasokat, hú, ide utálom! Ilyet amikor a kamerás megpróbálják ledobni, mert céltáblának nézik, hát ott is volt egy-kettő, ami úgy reflexzerűen megmozdult, de hát mit csináljak? Ezt nem tudom, hogy fogom letakarítani az egész szobámból, mert most az egész szobám ilyen, még mindig, úgyhogy én Csongi voltam, ő itt a haverom Béla, úgyhogy találkozunk a következő videóban, mindenkinek egy kellemes napot, és legyen veletek a bambusz ereje, úgyhogy halihó!